All right, want to welcome everybody. Most a hát üdvözlök mindenkit. Itt a mai update call-unkon köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzánk, és természetesen tolmácsolást biztosítunk 10 különböző nyelvre mindenkinek, úgyhogy amennyiben szeretnétek, nyugodtan váltsatok nyelvet, kattintsatok a translation, tehát a tolmácsolás linkre, válaszolok ki a nyelvet, nagyszerű, hogy itt vagytok velünk. Egyébként épp mostanában fejeztük be Dubajban a Pace Setter eseményünket, iszonyatosan szuper volt, úgyhogy most pedig jön a webinárunk, és ezt szeretnénk ennek az eseménynek a legfontosabb pillanataival kezdeni, és bejelentjük az első nemzetközi konferenciánkat, és a videó után biztos, hogy nem akarjátok lemaradni az első világszintű nemzetközi DAISY eseményről, azt hiszem 10 000 tagra számíthatunk ezen az eseményen, és hát nagyon bízom, hogy mindenkivel találkozom. Ennek a bejelentése is ma következik, úgyhogy először akkor azért elmondanám, hogy Dubajban nagyszerű találkozóra került sor a Pace Setter-einkkel, és akkor ennek jön először az összefoglalója. Really cool seeing that video. Nos, hát annyira nagyszerű volt nézni ezt a videót, és mindenkivel újra találkozni, és tényleg jönnek vissza az emlékek. Kihetetlen időt töltöttünk együtt, és az az igazság, hogy
Soha nem láttam ilyen vezetői, felső vezetői csoportot, akik ebben az ágazatban ilyen rövid időn belül összejöttek volna. Egyszerűen 6 hónapról beszélünk, és hát óriási volt. Tehát tényleg itt voltak a Pace Setterek, a Daisy-n, és tényleg eldobtam az agyam, tehát soha nem tapasztaltam ilyen energiák összegyűlését. Tehát tényleg hihetetlenül szuper hétvége van a hátunk mögött. Jeremy, én azt kell mondjam, hogy sok olyan vezető volt, akikkel nem találkoztunk személyesen, csak a Zoom segítségével, és habár nem találkoztunk, egymás nyakába ugrottunk, ölelkeztünk, és annyira nagy öröm volt mindenkivel találkozni, tényleg nagyon lenyűgöző volt, és tényleg azt mondta, hogy mindenki ölelkezett, és aztán, hogy beszélgettünk, akkor úgy ráébredtünk, hogy most találkozunk először személyesen, pedig olyan volt, hogy ismertük volna egymást, tényleg egyszerűen hihetetlen volt, de tényleg lenyűgöző. Nos, már most azt gondolom, közösségként történelmet írtunk. Egy csodás történet az, ami itt a hátunk mögött áll, hiszen itt volt a koronavírus járvány, nem lehetett utazni, és mégis hihetetlen eredményeket tudtunk elkönyvelni már most, és ez az első alkalom, amikor a többsége a csapatnak találkozott. Ilyen hány különböző országból érkeztünk? 36 ország képviseltette magát, tehát 250 ember 36 különböző országot képviselt, ami nagyszerű szám szerintem. Tehát tényleg nagyon lenyűgöző. Tehát a világ minden tájáról érkeztek résztvevők. Ugye eléggé sok bejelentésre került sor, és egy részüket ugye ma is majd megosztjuk veletek, hiszen szeretnénk, hogyha mindenki tényleg az információk alapján újabb fokozatra kapcsolna, és az egyik legfontosabb zárás az eseménynek, szombat este az volt, hogy vacsoráztunk egyet, ott volt az összes vezető, és a Burj Khalifánál, és egy nagyon kellemes vacsorán vehettünk részt, Daisy and Dotek, ott voltunk a Burj Khalifában, és ott is egyébként egy nagyszerű videót forgattunk le. Nos, akkor nézzük már meg ezt a videót, mert szerintem tényleg ezt meg kell osztani a közösségi felületeken, a csapataitokkal érdemes megosztani, mert azt gondolom, hogy hihetetlen teljesítmény az, hogy ilyen rövid idő alatt a Daisy már most láttatta magát az egész világgal, és a világ legmagasabb épületében jelentünk meg, a világ legmagasabb épületét világítottuk ki, és ez önmagában azt gondolom, hogy hatalmas eredmény, és főleg részetekről, közösség részéről, úgyhogy lehetek ti is büszkék erre az eredményre, és azt gondolom, hogy ezt a videót már egyébként Telegram grupban megosztottuk, és most már egyébként a YouTube csatornánkon is látható, és ma is le fogjuk játszani, úgyhogy lehet látni, hogy vasárnap éjjel mit látott a világ a Burj Khalifa segítségével, a Burj Khalifa is minket hirdetett és rólunk szólt. Here we go. Íme, jöjjön a videó. Accessing mainframe. Initiating Daisy AI protocol. System error. System rebooting. Rendszer hiba, a rendszer újraindul. 5, 4, 3, 2, 1. Daisy Global Network indulásra kész. Az életben nincsenek korlátok azok számára, akik elég bátrak. És akik elég bátrak, azok megváltják és átalakítják a világot. A jövőt a gondolatok alakítják, amikor erre megérkezik az idő. És azok, akik azt hiszik,
hogy semmi sem lehetetlen. Mindnyájan arra születtünk, hogy olyan dolgot tegyünk, ami még nem történt meg. A lehetőségek utazásának nincs vége. Nincsenek valódi határok. Blockchain. NFT. Mesterséges intelligencia. DAISY. Decentralizált mesterséges intelligencia rendszer. Ez jelenti a pénzügyi technológiában az új célt. És az új decentralizált crowdfunding. Profit. Saját tőke. Jövedelem. DAISY. Ahol a korlát nélküli gondolatok és az emberek találkoznak a mai éjszaka folyamán, hogy megváltoztassák a világot. Mindörökre. I love seeing that video all over again. Annyira imádom újra és újra megnézni ezt a videót. És tényleg szinte így feláll a szőr a hátam, meg a karomon, amikor ezt hallgatom. Libabőrös vagyok, és a következő rendezvényünkre még nagyobb izgalmakat tartogatunk. Na, Edward, beugrasz, és esetleg szólsz egy pár szót. Egyébként a kezdetétől felvétel készül. Úgyhogy... No, a spanyol nyelvet kellett újra elindítanom, mert valami probléma merült fel, de úgy tűnik, hogy most már rendben van, köszönöm szépen a visszajelzést. Nos, én is annyira izgatott vagyok, mert 8-9 napot töltöttünk, én személy szerint 9 napot Dubájban, és hát még mindig nem tudtam felocsódni ezekből az eseményekből, hát nagyon komoly előkészületeket igényeltek. Egyébként nagyon sok ilyen hasonló eseményen voltam, de ezt a fajta, ezt a szintű energiát soha nem tapasztaltam meg. Akik eljöttek Dubájba, azok mind nagyszerű emberek. Nagyon sok beszélgetésre került sor köztünk, és annyira örülök, hogy találkoztunk veletek, velük, mert az ott lévő 90%-ával még személyesen nem találkoztunk, csak online, és olyan jó volt személyesen is találkozni. Úgyhogy abszolút úgy érzem, hogy most már ideje, hogy egy következő szintre emeljük a DAISY-t, és hát Jeremyvel együtt a következő évre tervezünk valamit, sokkal-sokkal magasabb szintre tudjuk emelni, mint ahol most vagyunk, és hát azt gondolom, olyan gyorsan ketyeg az óra, és halad az idő, tényleg néhány nap alatt is hihetetlen előrelépések történtek, és már szintet léptünk, ott voltunk Dubájban, Jeremy, Edward, és hát alig várom a következő hasonló alkalmat. Igen. Találkoztunk már azon a helyen, ahol a következő eseményt szervezünk, hogy már az előkészületek folynak bizony. Na, akkor lépjünk tovább, hiszen ezzel el is érkezünk a következő diánkhoz, és ez nem más, mint a március 26-27-i 2022-es nemzetközi konferencia a bejelentése. Ez lesz ugyanis az első nemzetközi DAISY találkozó, amire a dubai Coca-Cola arénában fog sor kerülni. Ez egyébként a gyalogos területnek a szélén található Dubai szívében hihetetlen eseményt szervezünk, és abban bízunk, hogy tényleg 10 000 DAISY tag fog majd eljönni erre a rendezvényre. Tényleg lenyűgöző lesz, ki ne hagyjátok, még egyszer mondom, 2022. március 26-27-én, úgyhogy már most vezessetek be a naptáratokba ezt a két napot, nagyszerű hétvégét fogunk tudni együtt tölteni, és hát itt megint csak szintet fogunk tudni lépni, de már most is nagyszerű bejelentések várnak rátok, és hát bízunk benne, hogy mindenkihez eljut ez a bejelentés, és mindenki meg fogja érteni ezeket, és így a DAISY üzletet tényleg ti is következő szintre tudjátok emelni. Úgyhogy nézzük a mai első bejelentésünket, ami nem más, mint a DAISY és a CoinZoom közti kapcsolat és együttműködés bejelentése. Ez nagyon komoly problémát tud megoldani, vagy hát nagyon sokat tud segíteni a DAISY közösség életében, mert jelen pillanatban nincs
Tehát nem egy módon lehet csak csatlakozni a Daisyhez. Ugye a különböző országokban, a különböző árfolyamoknál különböző módok vannak, ugye át kell váltani az egyik valutáról a másikra, a különböző platformokat kell használni, aztán el kell küldeni a fizetési pénztárcába. Tehát, hogy éppen ezért, mivel ez eddig összetett volt, most örülünk annak, hogy van egy olyan platform, ami minden egyes ügyfélnek és mindenkinek az igényeit megválaszolja. És ugye nyilván, mivel ti Daisy tagok vagytok, onnantól kezdve, hogy elindítjátok ezt a CoinZoom accountot, már működni fogja. A CoinZoom több mint 150 országban elérhető már a CoinZoom alkalmazása. Egyébként gyakorlatilag most már tényleg majdnem 200 országot ki tud szolgálni. A CoinZoom tökéletes platform arra, hogy az új Daisy tagokat csatlakoztassuk a közösségünkhöz. Tehát ez a legnagyobb előnye a CoinZoomnak, hogy amikor új emberek csatlakoznak a Daisyhez, akkor a folyamatot teljes mértékben leegyszerűsíti, tehát sokkal gyorsabban tudnak beszállni, sokkal gyorsabban tudják a USDT-jüket megszerezni, és nagyon sok előnyt tartogat a már meglévő és a jövőbeli tagok számára egyaránt. Az egyik legfontosabb előnye a CoinZoom platformnak, hogy nagyszerű platform számotokra arra, hogy a Daisy jutalmakat, a rewardokat itt tároljátok. Tehát a USDT-t tökéletesen a saját TronLink fiókotokból át tudjátok küldeni a CoinZoom platformra, és ennek egyébként nagyon sok előnye van. Tehát például bárki vehet Tron és Tron USDT-t akár bankkártyával, akár bankszámla alkalmazásával, akárhol is laktok a világon, úgyhogy ha valaki szeretne, ugye bitcoint vásárolni, tehát sokszor az, hogy bitcoinja van valakinek, akkor ezt eladja, akkor utána abból vesz USDT-t, és különböző lépéseket kell megtenni ennek az átváltásnak a megvalósításához. Most viszont már minden megvalósítható egyetlen platformon, tehát gyakorlatilag a USDT-t az bankkártyával vagy számla segítségével ezen a platformon megvásárolhatjátok, bárhol laktok is a világon. Bízunk benne, hogy ezen a héten elindul már az a lehetőség, amivel már Visa bankkártyát is bele tudtok kapcsolni, vagy hozzá tudtok kapcsolni ez a platformhoz, és gyakorlatilag digitális valutát tudtok küldeni és vásárolni, és költeni. Tehát gyakorlatilag ebben az esetben akár egy ilyen prepaid, előrefizetéses Visa hitelkártyát is tudtok használni. Tehát tényleg az ember kap egy ilyen kártyát, és ezzel a kártyával tudtok költeni a digitális valutátokból. Tehát ez ténylegesen ez van, hogy a digitális valutát ennek a kártyának a segítségével tudjátok költeni, így tudtok vásárolni, és akár 5%-os készpénz visszatérítést kaptok, hogyha ezt a Visa kártyát használjátok a CoinZoom-mal együttműködésben, úgyhogy hihetetlen lehetőségek vannak ezzel, tehát gyakorlatilag jutalmazzák, hogyha valaki ezt a Visa kártyát használja, és a digitális valutát költi erről a kártyáról. Önmagában az, hogy a digitális valutánkat ott tartjuk, és ez az, amivel kapcsolatban annyira izgatott vagyok, mert nagyon sok olyan platform van a piacon, amivel ugye lehet kamatot kapni, de sokszor nem igazán felhasználó barát, ha az ember nem igazán ismeri, hogy hogyan kell használni a platformokat, hogyan kell, tehát figyelni kell a likviditásra, stb. És eléggé nehéz lehet valakinek, aki új ebben a rendszerben, de a CoinZoom-nál egyetlen gombot elegendő megnyomni, és például valaki mondjuk az új USDT-t, vagy a bitcoinját, vagy akármilyen fontosabb kriptovalutát itt tart, és kamatot kaphat utána csupán azért, hogy ezek a tokenek a CoinZoom pénztárcában találhatók. És ez annyira izgalmas az egész közösségünknek, mert ugye gyakorlatilag ugye mi a jutalékot, a rewardot azt, hogy a USDT-ben kapjuk meg, ezt a USDT-t ezt elküldjük a CoinZoom pénztárcánkban, rákattintunk arra, hogy keressünk kamatot, vagy ha kamatot szeretnénk, és így éves szinten 10% kamatot kaphatunk, csak azért, mert a USDT-nket ezen a számlán, tehát ebben a kis pénztárcában tároljuk.
És egyébként át tudunk utalni innen konzum tagnak mindenféle egyéb költség nélkül, tehát tegyük mondjuk 100 USDT-t vagy bitcoint szeretnék átküldeni valaki másnak, aki a konzum rendszerében van. Ugye érdemes akár a családot, a barátokat beregisztrálni ebbe a rendszerbe, mert, és így akkor lesz mindenkinek egy saját konzum számlája, és annyira szuper platform, ugyanis ingyenesen mindenféle díjazás nélkül lehet ezeket a digitális valutákat átutalni egymásnak. Ugye más platformoknál díjazás mellett működik, itt viszont nincsen díjazás, működik kriptovalutákkal, és még egyszerűen nincsen díjazás. Tehát amikor az egyik konzum tag a másik konzum tagnak utal át digitális valutát, akkor nincsen díj. Ráadásul a kriptovalutát fiatra is át tudjuk váltani, és ezt el lehet küldeni a bankszámlánkra, vagy a hitelkártyánkra. Tehát amikor azt mondom, hogy készpénzesíteni szeretném a kriptovalutámat, szeretném, hogyha a bankszámlámra jutna ez az összeg, szeretném, hogyha a hitelkártyámra jutna az összeg, akkor ezt is meg tudjuk valósítani a Konzum platform segítségével. És még egyszer mondom, bárhol a világon működik, ez egy globális platform. Amikor egy új személy Konzum számlát nyit a Daisy Link segítségével, akkor abban a pillanatban, hogyha $100 értékű kriptovaluta kerül a számlára, akár USDT, akár bármi más, akkor, tehát még egyszer, ha legalább $100 egyenleg van, akkor $10 ingyenes Konzum tokent kapunk a Konzum számlánkra, és természetesen a Konzum támogatja az összes nagyobb digitális valutát. Ez egy nagyszerű platform, nagyszerű változás lesz, úgyhogy a Daisy Backoffice segítségével, ugye megtalálhatjátok az oldalnak a tetején ezt a Daisy Konzum linket, ha erre rákattintatok erre a linkre, akkor ott felsorolva látjátok a platform összes előnyét még egyszer összefoglalva, regisztráljatok, hozzátok létre az új számlátokat, és egyébként ezt a linket más tagoknak, barátoknak, családtagoknak is el lehet küldeni. Teljesen mindegy, hogy most benne vannak a Daisy-ben vagy sem, tehát ez nem csak van a Daisy tagok számára lehetőség. Ezt a Konzum platformot, ezt nyugodtan meg lehet osztani bárki mással. Működik, már most is egyébként nagyon sok ember regisztrált erre az utóbbi néhány napban, és tényleg azt szeretnénk, hogyha minden egyes Daisy tag kihasználná a platformban rejlő lehetőséget, és itt van, hogy tényleg miért is nagyszerű. Ugye a mai nap hivatalosan jelentjük be, hogy egy új Spillover Maker havi bónuszpoolt indítunk el, tehát ez még egyszer, havi bónuszpool, amit elindítunk, bárki minősítheti magát erre, és minden hónapban minősítethetitek magatokat erre, ez egy kifogyhatatlan bónuszpool, tehát az összes platform, az átváltásból származó platform díjátnak 10%-át a Konzum elküldi ennek a bónuszpoolnak a smart számlájára. Tehát a tranzakciós díjak, vagy az átváltási díjak, amit egyébként a világ összes többi platformján fizetnénk. Na most ezeknek a díjaknak a 10%-a, az visszakerül a Daisy közösségéhez, és ez kifizetik, vagy kifizetésre kerül a Spillover Maker bónusz poolba, amit ugye havi szinten kifizetünk nektek, és minden egyes kártya lehúzás után, tehát ha valaki Visa kártyát húz le, vagy valaki a Visa kártyára utal át pénzt, ugye a kriptovaluta kapcsán, vagy kriptovalutával vásárol, akkor ezek is elérkeznek a bónuszpoolba, és csak úgy, mint a korábbi promócióknál, hogyha valaki 4 embert, elnézést, csak a jögését, ha valaki 4, itt el van ütve a Daisy-nek, a bocsánat, ha valaki 4 embert javasol és küld a Daisy-be, egy
egy naptári hónapon belül, akkor összesen, és összesen 1000 USDT hozzájárulása van ennek a négy embernek, akkor részesedhet a bonus poolból. Tehát itt vagyunk mondjuk októberben, szerzel 4 új tagot, és ezek legalább 1000 USDT-nyi hozzájárulással rendelkeznek, akkor a következő bonus poolból részesülhet, és még egyszer mondom, ebben a konzumhoz kapcsolódó díjaknak a 10%-a kerül be, és egyrészt ugye ebből kaptok, és ez minden hónapra igaz. Tehát nem tudom, hogy ti egyébként hogy vagytok ezzel, Ilja, de mi nagyon-nagyon izgatottak vagyunk a Spillover Monthly bonus pool-al kapcsolatban, hiszen tényleg ez lehetővé teszi mindenkinek, hogy állandóan legyen egy bonus pool a teljes közösség számára, ami rendelkezésre áll, tehát ezzel tényleg tovább lehet növelni a jövedelmünket. Igen, Jeremy, abszolút együttműködök, egyetértek, és amit elértünk a közösségünkben az előző hónapban, az már tényleg nagyszerű, úgyhogy októbertől kezdjük, ez szerintem nagyszerű lesz. És így most akkor mindenkinek lehetősége nyílik abba, vagy arra, hogy a konzummal is ugye keressen. És itt nyilván egyébként ez úgy van, hogyha valaki nem 4 embert javasol, hanem 800, vagy ennek a többszörösét, akkor az ugye abszolút korlátlan. Ez egy nagyszerű ökoszisztéma, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt sikerült elhoznunk számotokra. A CoinZoom tényleg nagyon stabil lábakon álló platform. Már több mint egy éve használom a CoinZoomot, imádom tényleg, tehát az első naptól kezdve ezt használom, amióta elindultunk. Nagyszerű tapasztalataim kapcsolódnak hozzá. És az, hogy most ez a bónusz is hozzá kapcsolódik, hát ezzel egybekötve, ez tényleg, tényleg lenyűgöző. Úgyhogy elsősorban azok számára, akik mondjuk nem tudnak olyan rengeteg embert idehozni, és nem tudnak magasabb szintet elérni, azoknak ez azt gondolom, hogy ez nagyszerű lehetőség, hiszen itt szépen lépésről lépésre, építőkockára lehet növekedni. És ugye ez segít abban is, hogy valaki ugye pace-setter szintre elérjen, hogyha valaki ezt célozta meg, és elkezdi szépen használni ezt a promóciót, az pontosan erre lesz jó, hogy elkezdjünk lerakni az építőkockákat a következő magasabb szint elérés érdekében. Fú, hát az késésben vagyunk, most már azért 30 percet eltöltöttünk, úgyhogy haladjunk tovább. No, igen, abszolút így van, és egyébként bejelentettük a Daisy appnak egy új ingyenes változatát, amiben benne vannak a Getting Started, tehát vágjunk bele lépések. Tehát ez arról szól, hogy hogyan tudom megtanítani valakinek, hogy létrehozni egy elektronikus pénztárcát, hogyan kell USDT-t vásárolni, vagy Tront, hogyan kell vásárolni. Úgyhogy most már ez teljesen ingyenesen elérhető. Tehát amikor valaki csatlakozik a Daisy-hez, akkor egyszerűen a Daisy appot kell letöltenie, és amikor letöltötték a Daisy appot, akkor rá kell kattintani a Getting Started, tehát a Vágjunk bele szekcióban, és akkor ez szépen lépésről lépésre végigviszi az adott embert a folyamaton, hogy telefonnal szeretnél használni, vagy számítógépet szeretné használni, itt akkor hogyan lehet létrehozni mondjuk a pénztárcát, hogyan kell letölteni hozzá megfelelő anyagokat, hogyan kell használni, hogyan használják a CoinZoom számlájukat, tehát gyakorlatilag hogyan lehet mondjuk a USDT-nek a Tront ugye rátenni, megvásárolni, stb. Tehát gyakorlatilag egy teljes back-office videó is ott van benne, hogyan lehet használni a back-office-t, és mindez most már benne van a Daisy appban, és van egy ingyenes változata az appnak, amit mindenki, aki csatlakozik a Daisy-hez használhat. Tehát gyakorlatilag tényleg így lépésről lépésre végigvezetjük őket a folyamaton, bemutatjuk, hogy hogyan kell elindulni a Daisy-vel. Természetesen az alkalmazásnak a teljes változata is elérhető. Ugye ennek segítségével marketing videókat és prezentációkat tudtok kiküldeni, tehát az erőforrásokat tudjátok kiküldeni másoknak. Itt például ott van a Rewards Plan videó, ugye ez is már ott van rajta a Daisy alkalmazásban. Tehát akik ugye a Daisy-t szeretnék ugye tovább osztani, azoknak ez egy nagyszerű lehetőség. Ugye az ingyenes alkalmazás az mindenki számára rendelkezésre áll, segít indulni. A teljes változat, ugye a marketing eszköz is magában foglalva, az havi $12.95-be kerül, ugye ez egy kedvezményes ár az eredetihez képest, és minden egyes appból
amit értékesítünk, $3 a spillover maker bonus poolba landol, tehát hogyha előfizettek erre a teljes változatos apra, akkor $3 ebből visszamegy minden hónapban ebben a poolban, és a fennmaradó $10, az nyilván ugye az alkalmazás fejlesztő cég zsebébe vándorol, hogy szépen továbbfejleszték ezt az alkalmazást, de ugye ami a nyereség lenne, az a $3, az a spillover maker bonus poolba kerül, tehát egyrészt folyamatosan fejlesztjük a rendszert, másrészt viszont a spillover maker bonus poolt is szeretnénk tovább bővíteni és gazdagítani, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy mindenképpen töltsétek le a Daisy alkalmazást, ha még nem tettétek volna, és a legnagyobb bejelentés az nem más, mint a Daisy Forex bejelentés, nagyszerű, október 12-től fog élesben elindulni ez a rendszer, és gyakorlatilag ez az aktív napi kereskedési lehetőséget adja meg rövid távú eredményekkel. Tehát kriptovaluta kereskedést lehet megvalósítani. Van egy promóciós csomagunk, amiről beszélni fogunk majd. A promóciós csomag minden egyes tagnak lehetővé teszi, bárki, aki tagja a Daisy-nek. Tehát ugye mi azt szeretnénk, hogyha mindenki egytől ötös szintig, ha októberben vásárolna, mert hogyha valaki bevásárol a Forex csomagokból az ötös szintre, akkor ezzel megnyithatjátok magatoknak a 6, 7, 8, 9, 10-es szintet a Matrixban. Pontosan, tehát 3100 USDT, ugye azaz 1-től 5-ös szintig, ennyi kell, és ezzel gyakorlatilag állandóra már megnyitjátok magatoknak a Matrix 6-tól 10-es szintjeit, és ebben most ugye benne van a Forex is. A Combo Pack, a Combo csomag, tehát a Promo Pack-kel ugye csatlakozni lehet, és ugye rossz dián vagyok? Fú, lehet, hogy rossz dián vagyok. És november 1-én pedig ugye egy promo packet fogunk, ez már jó, tehát a promo csomagot az október 12-től november 1-ig lehet majd megvásárolni. Tehát itt még egyszer, hogyha 1-től 5-ig bevásároltok, akkor a 6-tól 10-ig megnyílik, és ha 1-től 4-ig, akkor viszont a következő szint nyílik meg a Matrixban. Tehát ha valaki a promo packben az első szintet érje, akkor megnyílik neki egész életre a 2-es szintű Matrix. Hogyha a promo packben a 4-es szintre vásároltok be, akkor az 5-ös fog megnyílni teljes életre. Viszont ha valaki az 5-ös szintbe bevásárol a promo packben, október 12-e és november 1-e között, akkor megnyílik nektek a 6-tól 10-es szint a Matrixban teljes életre. Tehát azt kell mondjam, srácok, hogy ez a legnagyobb promóció, amit valaha láttunk a Daisy-ben. 3100 USDT-ért gyakorlatilag az 1-től 10-es szintek a tieitek a Matrixban, a teljes életetekre, és ez egy hatalmas ajándék a Daisy részéről a közösség számára, hiszen a Daisy-ben minden egyes tag így most tényleg kihasználhatja ezt a Forex promo packet, promóciós csomagot, ami a bónusz szinteket illeti. Ugye itt láthatjuk, hogy itt vannak a bónusz matrix szintek, benne van a kripto is és a Forex is, és november 1-én fizetjük ki az októberi jutalékokat. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a legnagyobb promóció, amit valaha láttunk. Tehát itt nem csupán arról van szó, hogy a Forex AI rendszerben, egyébként erről majd beszélni fog Dr. Ene, tehát lényeg az, hogy megnyílik számotokra minden a 10-es szint a Matrixban, és november 1-én pedig az összes promócsomag, amit az egész Matrix hálózatotok vásárolt, annak a kifizetése november 1-ére kerül sor, hihetetlen bónusz lesz ez sokatok számára, sok tag számára. A Forex kereskedés pedig önmaga november 1-ével fog megindulni, és a tényleges Forex kereskedés onnantól már éles lesz. Mindenképpen fontos, hogy legalább egyes szinten kell lennetek a Daisy-ben, hogy bevásárolhassatok a promo packből. Tehát aki még nincs a Daisy-ben, az csatlakozzon a Daisy-hez, mondjuk vásároljon be az legalább az egyes szintbe, és onnantól kezdve már meg lehet vásárolni ezt a Forex promo csomagot.
És van egy combo packünk, egy combo csomagunk is. Ez is november 1-én indul. Új tagok, illetve a régi tagok is vásárolhatnak csomagot, és gyakorlatilag ez olyan csomag, amiben benne vannak a Forexnek és a kriptovalutának az előnyei is. Tehát november 1-én indítjuk el ezt a kombó csomagot, amiben gyakorlatilag az ember megvásárol egy, vagy bevásárol egy szintbe, és ezzel hozzáfér a kriptovaluta kereskedéshez és a Forex kereskedéshez egyaránt, és gyakorlatilag mind a kettőből gyakorlatilag a jutalmát megkaphatja, a rewardokat megkaphatja. Tehát egyébként erről fogunk majd beszélni november 1-én részletesebben, és természetesen az új tagoknak is hozzáférésük lesz ezekhez a kombó csomagokhoz. Még egyszer mondom, a kombó csomag november 1-én fog indulni, és nyilván a részletekről majd tájékoztatunk benneteket, tehát hogy hogyan is fog pontosan működni a kombócsomag. Most az a lényeg, hogy arra fókuszáljatok, és tényleg álljon mindenki készen a promóciós Forex csomagra, tehát még egyszer az 5-ös szintbe kell bevásárolni, és ezzel egészen a 6-os szintig a teljes mátrixot megnyitjátok magatok számára. És Dr. Anne is itt lesz velünk a mai napon, aki a Pace Setter Resetről, a Pace Setter újraindulásáról fog beszélni november 1-ig. Tehát bárki, aki minősíti magát a Pace Setter Gold szintre november 1-ig, tehát lehet, hogy még nem sikerült, akkor is még majdnem 30 szabály rendelkezésedekre, hogy elérjétek a Pace Setter Gold szintet. Természetesen 24 személyes ajánlásra van ehhez szükség, 128 ezer USDT hozzájárulással, és itt jön az izgalmas része ennek a promóciónak. Ha van 24 személy ajánlás, akik az 1-től 5-ig szintekhez hozzájárultak, tehát van 24 személy, akik a Forex csomagban az 1-től 5-ös szinten vannak, akkor a már meglévő hozzájárulásokat, és még egyszer az összes már meglévő hozzájárulás, az összes már meglévő tagot beleszámítani a 128 ezer USDT és hozzájárulásban. Ez azért tényleg lenyűgöző, tényleg hihetetlen. Tehát még egyszer mondom, 24 személyes ajánlás kell, 1-től 5-ig szintbe kell bevásárolniuk, és a már meglévő hozzájárulásokat is beszámítjuk a Pace Setter Gold szint elérésébe. És így, és erre az egész október rendelkezésedre áll, hiszen november 1-ig kell ezt megvalósítani, vagy lehet ezt megvalósítani. Ez hihetetlen lehetőség minden tagnak arra, hogy a Pace Setter Bonus Poolból kivegye a részét, és azon izgalmas dolgokhoz hozzáférjenek, ami a Pace Setter Goldoknak a sajátja. És hát nyilván így a Daisy-ben vezetőként nagyon sok plusz lehetőségre nyílik, vagy lehetőség nyílik meg számotokra, kommunikáció, és benne lesztek a Daisy közösség vezetőségi magjában. És hát bízunk benne, hogy mindnyájan így álltok neki ennek a hónapnak, és eléritek a Pace Setter Gold minősítést, és éltek a promócióban rejlő valamennyi lehetőséggel. Srácok, azt kell mondjam, hogy ez tényleg az egész megbeszélésünknek a lényege és a középpontja, a Forex kereskedés, az Endotech AI lehetőség, az most már benne van a Forexben, benne lesz a Forexben, ez tényleg hihetetlen, és Dr. Anne természetesen a rendezvénynek a csúcsa, és ez történt Dubajban is, úgyhogy szeretne néhány izgalmas bejelentéssel szolgálni nektek az Endotechről és a Daisy-ről, úgyhogy köszönöm szépen, Dr. Anne, hogy itt vagy velünk, és akkor átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Hát picit rossz a hangom, itt az utazás kapcsán elment a hangom, hát nagyszerű esemény volt számomra, tényleg. Ja, különböző konferenciákon vettem már részt fiatalabb koromban, de ez tényleg különleges volt az energiák miatt, és azok miatt, akik részt vettek, olyan sok inspirációt kaptam tőlük. És nyilván ott az emberi része az egésznek annyira különleges volt, és nagyon örültem, hogy személyesen találkozhattam sokakkal, hiszen korábban a Zoom segítségével találkoztunk, de ugye eddig mindenkinél csak a D betű volt meg, ugye a Daisy, de hát most már ugye a D a Dubájt is jelenti. És hát most akkor térjünk át, hogy mit is szeretnénk. Röviden szeretnék beszélni a 4 pontra, amit már érintettünk a prezentációmban, és megmutatom azt, hogy mire lehet
számítanotok, én mindjárt megpróbálom megosztani a képernyőmet veletek, talán sikerülni is fog. Oké, ha jól látom, megvan. Nos, hogy mi is történt az Endotech-kel az utóbbi 8 hónapban, ugye azt lehet látni, hogy szinte felrobbantottuk ezt a területet, minden lehetséges mátrixot felrobbantottunk a piacon, az árbevétellel, az ügyfélszámmal, a kereskedési mennyiséggel, hogy mekkora összeget kezelünk, és amint említettem, a következő hónap az valószínűleg még lenyűgözőbb lesz. Ugye lehet látni, hogy szeptemberben is nagyon szép eredményeket tudtunk elkönyvelni, és bízunk benne, hogy október az előbb említett bejelentése követően, tehát még kiemelkedőbb lesz. De észrevettük azt, hogy azért érünk el ilyen mátrixokat, vagy ilyen metrikákat, ilyen számadatokat, mert az ügyfelek nagyon elégedettek az eredményekkel. És ugye bevezettünk egy új kategóriát a befektetéseknél. Ugye ez az áttörés jelentő pénzügyi lehetőségek, a BFO kategória. És azt gondoljuk, hogy ezek olyan pénzügyi lehetőségek, amelyek az életet megváltoztatják az adott személy számára, aki befektet. Ugye a rendszeres beruházások mondjuk 10 év alatt ugye néhány százalékot hoznak, hát nyilvánvalóan nem olyan rossz, de az embernek nem adja lehetőséget arra, hogy új szintre helyezze az életét. Úgyhogy nekünk az volt a célunk, hogy egy újfajta beruházást hozunk létre, amit a BFO-nak neveztünk el, és ez kezeli megfelelően a kockázatot is, de egészen más profitabilitást nyújt, és a végén 402 szörös megtérülést hoz. Ugye még egyszer mondom, hogyha megnézzük a számokat, hogy mi az, ami lehetséges, ugye a kockázati tőkénél, ugye azt lehet látni, egészen más a helyzet a Daisy és a versenytársak között, mert ez a 402 szeres megtérülés, ez valóban egy olyan szintű jólétet eredményez, ami teljesen megváltoztatja az ember életét. Ugye, hogy mi is a háttér története ennek a lehetőségnek? Ugye, hogyha valaki beruház 1000 dollárnyi kockázati tőkét, akkor 10 év alatt a mi esetünkben 402 000 dollárt kaphatunk, és ez valóban megváltoztatja az ember lehetőségét és életét. Ugye észben kell tartanunk azt, hogy itt ugye nagy kockázatú befektetésekről beszélünk, és nagy valószínűségről. Ugye nálunk ugye nagy a lehetőség, de azért nem egy kockázatmentes befektetés ez sem. Nos, a jövő héten egy speciális videóban ki fogjuk majd ezt küldeni részletesen, ezt majd mindenki meg fogja kapni, abban elmondjuk a részleteket is, nem a mai beszélgetésen. A mai beszélgetésen a Forex oldalra szeretném helyezni a hangsúlyt. Nos, oké. A Forex segítségével, ugye az új hagyományos piacokon, ugye nyilván, tehát nálunk azt lehet látni, olyan rugalmasságot és olyan komfortot, olyan kényelmet kap az ember és az ügyfél, amit a hagyományos piacokon nem kaphat meg. Egyértelmű, hogy nagyon sok lehetőség van, növekedési lehetőség van ezen a piacon. És ugye fontos a likviditás és a skálázhatóság, ami teljesen korlátlan a mi esetünkben. Az a célunk, hogy ugyanezt fogjuk megvalósítani a Forex-en belül is. És szeretném felhívni a figyelmet a diverzifikációra különböző időkereteken belül, ami lehetővé teszi a beruházók számára azt, hogy akár rövidebb időkereten belül is, és ezt meg fogom mutatni, hogy miről beszélek, és különböző valuták segítségével tudjanak nyerességet elérni. Ugye itt sok esetben ez nem áll másoknak rendelkezésére a piac mérete miatt. Jelen pillanatban tehát, ugye ebben a BFO-ban, nézzük, hogy hol is állunk, mert itt fontos, hogy már most magasabb számokat mondunk magunkénak, mint a versenytársak, és nézzük meg, ugye a kriptó esetében,
ugye korlátozott a diversifikáció és az és a lehetőségeknek a száma. Látjuk, hogy itt milyen bitcoinok állnak rendelkezésre. 4 órás az időablak mondjuk a döntéshozatalra. A Forexnél viszont ugye 5 perctől akár 1 napig is terjedhet az időablak. Látjuk, hogy trendet és swinget is lehet használni, szemben a kriptónál, ahol csak trend áll rendelkezésre. És természetesen lehet látni, hogy itt a főbb valuták is megjelennek, amelyekkel kereskedünk. Tehát azt lehet látni, hogy itt a diversifikáció is megjelenik, sokkal szélesebb az ajánlat, és a teljesítmény eredmények is nem annyira volatilisak, tehát nem arról van szó, hogy rövid időkereten belül akár emelkednek, csökkennek. Úgyhogy ez a második történet, a Forex, amire szeretnénk felhívni a figyelmet, és ezzel kapcsolatban tényleg borzasztóan izgatottak vagyunk, nagyon sok munkát helyeztünk ebbe bele. És a végső bejelentés pedig az nem más, mint az Ernst & Young-gal lefolytatott auditunk, amit ezt tudjátok, most már hosszú időn keresztül vártunk erre, hát egészen pontosan január óta vártunk erre az auditra, most már folyamatban van, tehát valós időben történik a kereskedési eredményeink auditja. És ugye most már végre ugye a beruházókkal tényleg egy nyelvet fogunk innentől beszélni, rendelkezésre állnak azok a dokumentumok, amelyeket meg tudunk osztani a különböző vezetőkkel. Ugye a blockchain audit az a dokumentumban foglalt időkeretre ad visszajelzéseket a kereskedések vonatkozásában. Az Ernst & Young nagyon elégedett volt az eredményekkel. És ugye fontos, hogy a kereskedési eredményeinknek valós idejű auditja is megvalósul, és azért vagyunk erre nagyon büszkék, mert mi vagyunk az elsők, akik erre a szintre jutottunk, a kripto és a blockchain. Kripto és a blockchain területén. So again, next week you will see the video. Endotech és a Daisy számára ez nagyszerű. Jövő héten részletesebben is bele fogunk menni ezekbe a pénzügyi lehetőségekbe. Azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen nagy előrelépés az egész közösségünk számára, hiszen most már megérthetjük azt, hogy pontosan mit is akarunk piacra dobni az ügyfeleink számára, a partnereink számára, a hozzájárulók számára, és a Forex-szel kapcsolatban is azt lehet látni, hogy majd sokkal részletesebben látjuk majd az adatokat, lesznek heti videóink, és még egyszer mondom, nagyon örülök annak, hogy a közösségnek a tagjait végre személyesen is megismerhettem, különböző témákról beszélgethettünk együtt a múlt hét során, annyira nagyszerű volt, tényleg végül Jeremyvel, Iljával is találkozhattunk, hiszen amikor ugye annyiszor beszélgettünk így Zoom segítségével, hogy szinte észre sem vettem, hogy hoppá, most itt vannak tényleg testvér valójukban. Nagyszerű volt, rengeteg energia gyűltött össze ezen a rendezvényen, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és megtiszteltetés számomra, hogy részt vettem. Köszönöm, srácok, tényleg szuper volt. Mi is köszönjük szépen, Dr. Anna. Annyira izgalmas, hiszen ugye most már több mint 20 éve dolgozol a kereskedés területén, és az egyik dolog az az, hogy az Ernst & Young-nál mi vagyunk az első és egyetlen endotech képviselő, tehát a Daisy Fund az első és egyetlen kriptovaluta platform, amely valaha auditon ment volna keresztül. Ez egy óriási dolog, hiszen az, hogy hajlandóak voltak ugye a mögöttes történet miatt mellénk állni, azért, mert hihetetlen eredményeket tudtunk eddig elkönyvelni, ezért mondtak, igen, lezongorázták az auditot, és ugye most már ilyen rendszeres auditunk lesz, és ez egy óriási nagy dolog, azonban most már azt gondolom, hogy a Forex bevezetésével, vagy a közösség számára elérhetővé tesszük a Forexet, hát ez tényleg hihetetlen, mert ugye a digitális valutáknak a stratégiájában ez egy áttörés jelentő stratégia, tehát ugye sok esetben ugye a nagy
lépések között ugye hetek, hónapok telnek el, és ugye előfordul, hogy a tagok nem látják az eredményeket, mert vannak veszteségek, nyerességek, de általában ilyen hosszabb időszakra van szükség, de ugye mi ismerjük az emberi természet, az emberek szeretnék látni rövidebb távon az eredményeket. Tehát szeretnék látni a napi heti tevékenységnek a gyümölcsét, és ugye most már azt lehet látni, hogy rövid távon is, az ember látja, hogy a rewardok, ugye a jutalmazásnak a mennyisége nő, és most már ugye mindezeknek az ötvözetét nyújtjuk, ugye napi szintű forex kereskedés, és ilyen hosszú távú kereskedelmi stratégia a kriptovalutánál. Tehát ez azt gondolom, hogy egy olyan dolog, amire hát nagyon-nagyon vártunk, de majd látni fogjátok, hogy tényleg ez egy hihetetlen nagy dolog. Igen. Ugye eddig még nem tudok bejelenteni, ugye amíg nem tudjuk, hogy hogyan vezessük be, addig azért nem verhettük nagy dobra, de azt szeretném mondani mindenkinek, aki itt van, hogy, és látom, hogy szinte 2000-en vagyunk, hogy az összes pace setter, az összes vezető, mindenki, aki az első nap óta velünk van, érdemes egy picit visszautazni. Menjünk vissza 2021. januárjára, és emlékezzünk vissza arra, hogy hogyan is éreztétek magatokat akkor, hogy hogyan mentek a dolgok, ugye elkezdtük, és most egy picit menjünk vissza a múlt hétre gondolatban, ugye Pacesetterekkel folytatott találkozóra, és lehet látni, hogy honnan, hova jutott ennyi idő alatt. Ugye most már itt vagyunk az Ernst & Young-gal, és itt vannak ezek a bejelentések, és hát annyi minden vár még ránk, amiről még nem beszélhetünk. Tehát tényleg annyira izgatott vagyok, ki sem mondhatom. Itt ez a forex kereskedés, hát fú. Ezek mind, és gondoljunk bele, hogy ez tényleg 6 hónap. Tehát ugye március 19-én indultunk hivatalosan. Tehát ugye március 19 óta 6 hónap telt el, és az elkövetkező 6 hónap, ha a Daisy, ha ti srácok, ti vezetők, ti pacesetterök, hogyha március 19-től mostanáig ennyit tudtok elérni, ugye, akkor most még többet tudtok elérni, itt összeadódnak a dolgok, hiszen látjátok egymást, kapcsolatban vagytok, hallottátok Dr. Anát, és sokan oda jöttek hozzám, hogy fú, hát csinálhatunk egy videóhívást Anával, hogy megmutathassam a csapatokoknak, hogy valódi ember, hús és vér ember, és mert el se hiszik, hogy valódi, és annyira nagyszerű volt számukról, találkozhattak vele, és a következő 6 hónapban, figyeljetek, a következő 6 hónapban még erősebbek leszünk, még elkötelezettebbek leszünk, és az utóbbi 6 hónapnak a 10-szeresét el tudjuk érni. It's going to be exactly 1 year anniversary és of our relaunch. Ugye vissza fogunk térni Dubájba, pont az első évfordulónkon, úgyhogy annyira örülök már neki előre, és annyira, ugye már olyan nagyszerű emberekkel találkoztam Dubájban, Japánból, hát csomóan jöttek Japánból, és átöleltek, sírtunk, mert hát évekig nem találkoztunk a COVID miatt, de voltak olyanok, akik szinte beleszerettem, mert az első perctől közben azt éreztem, hogy van köztünk valami erős kapcsolat, és volt, aki azt mondta, hogy hát fogad, eddig nem voltam biztos a Daisy-ben, de most már igen, de azt mondom, értitek, és visszatom a szót Iljának. A lényeg az, hogy annyira izgatott vagyok, tényleg. Abszolút értem, hogy mit érzel. Egyébként mi is annyit beszéltünk, tényleg éjszakától reggelig, hogy mennyire lenyűgöző volt. Tényleg, itt pénzügyi háttérről, kriptovaluta háttérről érkeztünk, és ugye ismertük, hogy milyen számadatokra lehet használni, és ezt sikerült megemelnünk, és tudjuk, hogy ezek a valódi adatok is az elkövetkező hetekben, hónapokban rengeteg nagyszerű dolog vár ránk, különböző partneri kapcsolatok, és majd tényleg meg lesztek lepve, amikor halljátok a neveket, hogy kikkel sikerült partneri kapcsolatot létrehozni. Eddig még ugye nem tudtuk ezeket bejelenteni, de például van már olyan tőzsde, ahol már jegyzettek vagyunk, úgyhogy Ethereum blockchain, which is powerful, right? So ugye a Tronról az Ethereum blockchain-re is áttérünk, és most már a NIA blockchain-nak is hivatalos tagjai, és